Elrepültem Párizsba a Brawl Stars világbajnokságra, ahol találkoztam az összes kedvenc youtuberemmel, játékosommal, és még Paulával, Danival és Frankkel is. És emellett még Disneylandben is voltam, úgyhogy következhet. Életem egyik legizgalmasabb napja következik, ugyanis utazok egyedül Párizsba a Brawl Stars világbajnokságra. A cuccok már összepakolva, úgyhogy induljunk is el a reptérre, aztán repüljünk ki Párizsba. Egyedül a világbajnokságra, let's go! Indulunk Párizsba, indulunk Párizsba. És megérkeztünk vele. Félre. És lassan már le is adhattam a bőröndömet, csak az a helyzet, hogy apukámtól kértem kölcsön. És nem tudjuk a kódot, úgyhogy veszek egy lakatot, és úgy kell adni, de amúgy... Már itt vagyunk. Nyáron voltam itt utoljára. Probléma megoldva, kalandosan kezdődik az út. Na, hát ez kalandos volt, megvan a beszállókártyán konkrétan. Kis bőröndömet le kellett adni, mert annyira tele van a gép, hogy nem felne el fönt, úgyhogy irány befelé. És már benn is vagyunk a reptéren. Nem tudtam videózni a csomag átengedést, aztán már nem engedték. Szerepjük alul, hogy ne essen ki, jó? Nem. Mit látjátok, itt már eléggé megvan a karácsonyi hangulat, pedig még csak novemberben. Na hát, mindjárt ott vagyunk. Ott van a gép, amivel menni fogunk. Indulás. Ó, hogy gyönyörűséges helyen van. Let's go. Ennél jobb helyet nem is foglalhatnak nekem volna konkrétan. A gép nem sokkal ezután fel is szállt, és kevesebb, mint 2 óra múlva elmondhattam, hogy... Na és hát, srácok, megérkeztünk. Ezután pedig leszálltam, és gyorsan átvettem a bőröndjeimet is. Megyünk kifele, mert elvileg várnánk valami kocsi, és isznek a szállodába, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, nézzük. Hello! Can I... Itt vagyunk! Na, indulás. Enyém az egész kocsi. Enyém az egész kocsi. Let's go! Van egy saját sofőröm. Na, itt vannak ilyen kis badge-ek, és... Itt van az enyém is. Hát azt nem hiszem el, srácok, megérkeztem. Elvették a drónomat, és itten egy 20 perces szórakozgatás volt vele, de legalább kaptam ajándékot, amit mindjárt nézzük a szobába. Na, és megérkeztünk, itt van a szobánk 23-53. Na nézzük, csak fogalmam sincs egyébként. Ezt valahol be kell rakni, valószínűleg. Halló, sötét van! Teljesen béna voltam, működnek a lámpák, csak sok idő, mire felkapcsolnak. Be kell izzítaniuk. Na mindegy, akkor... Béna vagyok, nyomjunk egy room tourt. Itt van, belépünk, balra a kézmosó, elég fura. Van itt egy széfünk, itt a fürdőszoba. Very fancy, nem járkálom össze utcai cipőben, itt mi van? Ja, tényleg WC, no. Szóval van itt egy ilyenünk. Hello, sziasztok, itt vagyok. Ha nem tudnátok, Zsomacnak hívnak. Itt vannak a cuccaim, sokat hoztam, itt van még több cucc, és így néz ki a szobánk, van egy, ezt nem hiszem el, egy bambis festmény, és hát ez kb. Két személyes át, most itt egyedül leszek? Itt egyedül leszek? Én ezt nem hiszem el. TV van itt mind, nem hiszem, hogy egyedül leszek, nem tudom. Kis asztalka, ki van itt, nézzétek csak, nem teszem a neve, megint én itt vagyok, mindenféle kis finomság, aztán nézzük, milyen a kilátás, ez egy kert. Amúgy tökéletes, csak aludni fogok ide járni konkrétan, mert tele leszünk programmal. No, de akkor nézzük is meg, hogy mi van ebben a csomagban tulajdonképpen, és amit nekem egyből szemet szúrt, az ez a nagy sapka. Már megérkezünk, és már szeretnék az agyunkat kontrollálni ezzel a Star Parkos sapkával, amit szerintem most nem akarok szétszedni, mert akkor nem lesz túlszállítható állapotú a dolog. De nézzétek meg! A Star Park mindenhol ott van! Ezen kívül... Na jó, srácok, milyen menő ma itt a csomag. Világbajnokságos pinektől kezdve minden ott van rajta. Mennyire menő! Aztán van itt nekünk mail voucher, 3x10 euró, ezzel kajálni tudok. Van benne... szállodatérkép, illetve egy ilyen kis információs tud, szintén Brawl Stars logóval ellátva. Aztán van benne egy, ez amúgy nem igazán tudom, hogy ez micsoda. Ez valami kendőféleség, 55x55 centi, szerintem ez fejkendő. Fejkendő, Brawl Stars-os fejkendő, és ami a legmenőbb egyébként szerintem, 2 darab mini meglepetés mystery Brawl Stars-os figura a Line & Friends kollekcióból, amit egyébként már otthon is lehet kapni. Na de nyissuk ki, nézzük, hogy milyen karakterek lehetnek benne. Vannak Silver és Gold karakterek, úristen, azok nagyon ritkák, Spike Leon, remélem egy legendarit nyitunk egyébként. És ezt nem olyan egyszerű leszedni, de sikerült. Nézzük csak, hogy milyen figura van benne. Ez egy Crow! Mennyire aranyos, úristen! Milyen picike! Jézusom, de menő! Ez nagyon tetszik. Ez ritka, vagy nem? Ez ritka! Ez ritka, nagyon jó. És akkor a másik pedig, abban pedig egy... Na jó, dupla legendarit nyitottam! Sajnos nem a kedvenc szemed, de Jézusom, mennyire aranyos ez a mini Sandy, mini Crow. Na jó, hagyjad már, és van benne egy kis... papírocska is egyébként, ahol össze tudod írni, hogy melyik van meg neked és melyik nincs, Line & Friends, ez nagyon jó. Ilyenből tudni kell még nekem.
Tehát, hogy nézzétek meg, mennyire aranyosak, hát ezek írtó cukik. Köszi, Brawl Stars, nagyon jók vagytok. Ezután elmentünk vacsizni, ahol valami eszméletlen durván finomakat ettünk. És végre találkoztattam jó pár másik Brawl Stars-os youtuberrel, illetve még Paulával is. Másnap reggel egy kiadós reggeli után... Halló, itt vagyunk második nap with Marco. Yes, he's hello, packing guys. His thing. And I don't know why I'm speaking English. Szóval, megyünk Disneylandbe. Just speak your native language, okay. Szóval megyünk Disneylandbe, most keltünk fel, gyorsan reggeliztünk egyet, aztán megyünk itten mindenkivel, úgyhogy megpróbálok titeket elvinni, amennyire lehet, meg megmutatni, hogy milyen a Disneyland Párizsban. Én nagyon régen voltam, 15 évvel ezelőtt, úgyhogy biztos jó lesz. Itt a kis némtegem, Tribe-os pulcsi, és let's go! Na és nézzétek csak, ki van itt vele, itt van vele a Paula is. Hello! És itt van velünk Dani is. Hello! Hi Dani! Közben bejutottunk egyébként itt a bejáratra, nagyon menő néz ki, és hát akkor indulunk hullámvas utazni, mert hát mi az Isten csinálnénk itt Disneylandben. Itt leszünk egész nap, úgyhogy let's go! Még mielőtt viszont odaértünk volna, előtört belőlem a gyerek ezeket a gyönyörű helyeket látván. A zene miatt nem tudom, hogy mennyire hallatok, de ezt nézzétek, itt van mögöttem a kastély, nagyon menő, gyönyörű. És Dani! Ezek után megindultunk felfedezni Disneylandet, és az első utunk a Hyperspace Mountainbe vezetett, amely az egyik olyan hullámvasút, amire ennyi év után is emlékeztem. Sajnos bár nem lehetett kamerázni, így kikapcsoltatták velem. No? Okay. De én sunyiban, amikor elindultunk, visszakapcsoltam, így láthatok pár eszmetlen sötét felvételt ebből a kemény hullámvasútból. Azt hiszem, a hangom mindent elárul. Itt láthatok az előzőből, de nagyon kemény volt. Most pedig egy ilyen Buzz Lightyear-es, kis chillesebb dologhoz megyünk, ugye ezt fogjuk megnézni. Ez igazából egy családoknak való játék volt, ahol ilyen lézerfegyverekkel kellett az űrlényeket lelőni. Nagyon szórakoztató volt, de sajnos a videó nem adja vissza. De legalább Koriról és Márkoról készült egy vicces kép. Ezután elmentünk egy Hakuna Matata nevű étterembe, de előtte még beoffolt a Dzsungel könyvéből Balu. Ow. He's so cool. I wanted to give him a high five, and I pressed and he went away. Yeah. A következő megállunk egy Karib-tenger kalózais program volt, ahol egy hajóval mentünk, de sajnos a kamerában megint alig látni valamit. De legalább innen van nekem egy nagyon menő képem, amint Paula, Dani, Kori, Márko és Ash is rajta van. Ezután még felöltünk egy Indiana Jones-os hullámvasútra, ami elég kemény volt. Majd pedig a létező legdurvább szabadeséses játékra is. Végül, de nem túlsó sorban még hullámvasutaztunk egy kicsit, ami elég keményen indult. A napot pedig egy tűzijáték és drónsóval zárt. Képzeljük a srácok, amit első nap kaptunk csomagot, kiderült, hogy ezt mindenki kapja a világbajnokságon, és a kreatorok egy VIP csomagot kapnak meg, amiben teljesen más cuccok vannak. Majd bele fogunk nézni, de először most indul el gyorsan, mert megyünk Párizsba város nézni. You have light? Yeah. You need light? Oh no. This is so strong. Szóval srácok, itt vagyunk a buszon, nem sokára indulunk Markoval and everyone else. Here's everyone. Like that. És ő mit csinálhat egy busznyi Brawl Stars content creator, akik együtt a buszon ülve néznek város Párizsban? Hát persze, hogy Brawl Stars hoznak. What the hell? He destroyed me. Thank you for the cubes. You did all the hard work. És ezen kívül mentünk még pár meccset, ahol igaz, a legtöbbször meghaltam, vagy éppen laggoltam, de legalább játszottam a világ egyik legjobb játékosával, akit ráadásul még meg is tudtam ölni. De ezen kívül meg tudtam ölni YDA-t is, vagy éppen Ash-t. Sőt, olyan is volt, hogy én nyertem. Did I won? No. Oh! What? Oh! Srácok, meg is érkeztünk egy csodálatos spotra, ahol valami kis fém dolog ott van mögöttem a háttérben. Nagyon menő néz ki, voltam már itt egyébként régebben, de elég rég volt, nagyon picike voltam, de viszont eszméletlenül néz ki, kicsit sötét vagyok, de a torony az very nice, úgyhogy szerintem lövünk egy pár képet, meg körbenézünk, aztán
megyünk tovább. Mutatom, miről van szó, srácok. Aj, gyönyörű. Lőttünk egy pár képet ezen a csodálatos helyen, még a Tutti Juice-nak is csináltunk párat, remélem, hogy jók lettek. Úgyhogy igazából megyünk a következő lokációra. És let's go, mert körbe túrázzuk busszal pár, és aztán körbenézünk, hogy mi a szituáció, nem tudom, hol vannak a többiek. Ah, ott van Marco. És hát itt is vagyunk a következő megállónál, a Louvre-hoz megyünk, csak nem tudtunk megállni ott, úgyhogy sétálgatunk egy kicsit. És itt vagyunk, nagyjából mindjárt. Hiszen benettem a kis háromszögecske, nem tudom, mennyire látszik. Ott. Itt vagyunk szépen, sajnos már nem fogunk, mert nincs erre időnk, itt vannak a youtuberek a normális napjaikban. Egy felszín is itt vagyok. Közben itt a srácok Kairos és OG valami challenge videót vesznek fel. Kíváncsi vagyok, mi lesz. Na, meg vagyunk a kajával. Finom volt, jó volt, előétel annyira nem, de megyünk haza, aztán megkezdődik már a világbajnokság, amiért egyébként eljöttünk ide, tehát hogy amúgy nem csak hogy randomá jöttünk Párizsba, hanem ja, célja is van. Már lehet, hogy nem mondtam. Ja, és amit nem mondtam még, hogy a Brawl Stars meghívott, és ingyen van minden konkrétan eddig, egy forintot nem költöttem. Nulla forint! Nulla! Közben itten megyünk hazafele, de mindenki elkezdett játszani. Nézzétek, hogy milyen játékosok vannak itt. Van egy-két durva srác. Hát visszajöttünk a kajálásból. Mielőtt viszont kezdődik a világbajnokság, nyissuk ki ezt a csomagot, vegyük ki belőle. Atya úr Isten, ez nem tudom micsoda, de óriási egyébként. Ezt így lerakom ide. Nézd meg azt a többi dolgot, ami benne van. Van benne egy plüss kulcstartó, egy bad randomsot, ilyet még nem láttam. Úgyhogy ezt a csomagot egyébként csak az itt lévő kreatorok kapták meg. Úristen, nagyon menő. Bad randoms, és van rajta itt egy ilyen aj, nagyon menő, és akkor itt a kulcstartó része tulajdonképpen. Aztán van benne valami lapos. Oh my god, teach patch set. Ezt rá lehet rakni ruhára, táskára, mindenre tulajdonképpen. Nagyon menő, ez a világbajnoksággal kapcsolatos imótok vannak rajta. És sticky note, szintén világbajnokságos. Na jó, azt ki kell nyissuk, srác. Ezt nem fogom merni használni, annyira jól néz ki. Szóval ez mennyire menő, mennyire menő. És úristen, ja, ez az eleje, és akkor itt sticky note, és akkor na jó van. Hát ez nagyon menő, így van. És akkor nézzük ezt a big boyt. Nézzük ezt a big boyt, hogy ebben mi van. Hát gondolom az a figura, ami az elején van, ez gigantikus. Gigantikus konkrétan. Tehát, hogy ezen a Star Park, hogy Spike figura van, akkor én Bekaki bepisi, és valószínűleg Bekaki bepisi. De nézzük csak meg. Micsoda? Nagy... Ez egy hógömb, srácok. Mi az atya úr Isten? Ezt nézzétek meg, mennyire epik. Én nem láttam még ennyire király dolgot, legalább lesz mit raktunk a háttérbe. Jézusom, ez nagyon király, ez nagyon király. Hát ezeket kaptam a Brawl Stars-tól, pluszban még az előző cuccok mellett, nagyon király. Viszont én most pihenek egy kicsikét, aztán megyünk a világbajnokságra, úgyhogy ott Tali. És itt is vagyunk, srácok, lányok, a világbajnokságon. És valamilyen franciául beszélnek egyébként, mert nem tudom, hogy fogom érteni a dolgokat. De itt van minden, itt a színpad, egyik csapat, másik csapat, színpad, nagyon menő. Na srácok, képzeljétek el, életemben először elmentük a Five Guys-ba, és most ki fogom próbálni tulajdonképpen High Guys. A Sugarcube az egy kicsit kihult, mert már voltunk világbajnokság, ugye, ott már nem akartunk enni, és már nem elkészültünk. De a kumpla jó, de nem azért jöttem, hanem a hamburgerért persze. Ilyen full extra-s barbecue-s mindenséget rendeltem. Egy sült kumpli, egy hamburger, és egy ütő 22,5 euróba került. 22,5, mondjuk. Ezt nézzétek meg mekkora. Óriási. Próbáljuk ki. Első próba, életemben először. Úristen. Oh my god, nézzük. This is so good. Nagyon jó. I told you. Yeah, it's really good. Nem mondom, hogy megér 8000 valamennyi forintot, de nagyon durva. Elkészít a srácok. Ez az életem első Five Guys kóstolása. Most megesszük, azt visszamegyünk. Vége van az első napnak, nagyon izgalmas volt egyébként, nagyon élveztem. Nem tudom, hogy mennyit tudtam megmutatni belőle igazából, de mai nap ennyi volt, holnap lesz még izgalmas programok, de én megyek bulizni egyet, úgyhogy sikerül értelmes rájételeket csinálnom, akkor még azt is láthatjátok. Képzétek egy srácok,
a tegnapi buli után és a két órás alvás után, nem tudom mennyire hallani egyébként. Itt vagyunk egy ilyen kis nagyon király helyen, ahol a Brawl Stars kicsit beavatott minket a kulisszák mögé, hogy olyan dolgot árultak, amiket én nem árulhatok el nektek, de annyit elmondhatok, hogy nagyon izgalmas lesznek a következő update-ek, és nagyon sok király dologgal készülnek, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, nagyon sok mindenre választ kaptam, nagyon király volt, és sajnos ebben most nem mutathatok meg sok dolgot nektek. És hát igazából magán a világbajnokságon nem csináltam túl sok felvételt, mert az egész élőben volt közvetítve, és mindenki követhette otthonról. Az rossz volt sajnos, hogy a helyszínen francia volt közvetítve az egész, szóval nem igazán értettem belőle semmit, de az egész hét eszméletlenül király és elmondhatatlan élmény volt. Aki nézte az élő közvetítést, az talán még kiszúratott engem párszor, mert egészen jó helyen ültem. Sőt, még Jusko Jomancos feliratot is mutattam az élőadásba. Illetve a Tribe-os pulcsimat is megvillantottam természetesen. De aztán egyik pillanatra a másikra véget is ért a rendezvény, és a Zeta behúzta a vint. Ez nagyon kemény volt. Hátsátok, ez nagyon kemény volt, nem erre számítottam őszintén a végén, azt mondja, hogy másik csapat fogja megnyerni, de Zeta vs. Zeta nagyon kemény volt, nagyon izgalmas volt, nagyon jó volt, gratulál a csapatnak. És hát vége van az after partynak, itt vagyunk Markoval, say hi Marko. Hello guys. And also Paula is here. Hi. És hát nagyjából ennyi lett volna a mai napunk, megyünk haza, elalszunk, szóval megyünk kifele, mert bezár a hely konkrétan, mindenki megy kifele. Mi volt a mai este? Holnap reggel megyünk haza, szomorú vagyok. Hát srácok, lányok, ennyi volt. Itt vagyunk a reptéren, megyek haza, ott a gépem. Nem tudom, hogy fogom érezni magam ezután, mert ez annyira király, annyira jó élmény volt, hogy hihetetlen. De hát minden jónak egyszer vége van, talán ezért eseményeknek. Remélem, hogy jövőre is meghívnak, úgyhogy lány haza. Reméljük épségben az érünk. Ezután egy egész kis csilles utam volt Frankfurtba, ugyanis igen, valamiért átszállásra jöttem haza Párizsból, és a leszállás után kaptam egy nagyon rossz hírt. Baj van, srácok. Késett a gép, elment a busz, és lehet, hogy a fonkés nem jött az egész másik repülőt. De remélem, hogy nem. De kaptam róla, hogy betéletlen fogom, úgyhogy kíváncsi vagyok. De kapok majd a másik repülőt, meg minden elvileg, úgyhogy futás. Hol van? Megvagyunk. Majd egy újabb repülés után. És igaz, kicsit megkésve, de megérkeztük az országba. Itt vagyok Ferihegyen, úgyhogy irány haza. Hát ez nagyon érdekes, srácok, lányok. Én megérkeztem Budapestre, viszont a csomagjaim azok nem. Azok az átszállástól Frankfurtban maradtak, úgyhogy holnap szállítják ki őket, és elvileg megkapom, úgyhogy hát ilyen nem történt még velem. Az átszállás miatt nagy rohanás volt, úgyhogy gondolom azért, de hát ez van, legalább megvannak a csomagjaim, nem pedig elvesztek. És képzétek el, srácok, hogy tényleg megérkeztek a csomagjaim másnap, úgyhogy happy end lett a vége. Remélem tetszett a vlog, srácok, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, használjátok a Zsomackurót, és ha kíváncsiak vagytok egy élménybeszámoló videóra, akkor azt a Zsomackip csatornában megtalálhatjátok. Találkozunk legközelebb is, boldog karácsony mindenkinek, sziasztok!